Folytatódott a Vörös Marti Társaság kötet bemutató sorozata. Bobori Zoltán vendégeként Tari István Csataképesek című kötetét ismerhették meg az olvasók. A könyv a kettősség jegyében született. A délvidéki alkotó ezúttal képzőművész talentumát ötvözte a versekkel. Ez egy nagyon érdekes az ő életművében ez az összehangolódás, de hát tudjuk, nagyon jól ismerjük az ő pályafutását, tudjuk nagyon jól, hogy ugyanolyan meggyőződéssel és hittel foglalkozik a grafikával és ezekkel a különleges grafikai megoldásokkal, mint a költészettel. A csataképek versek megerősítést jelent az olvasó számára is, hogy meg annyi versélmény után Tari István gondolatainak egy egészen különleges tárházát mutatja meg, ahol a grafika kézen fogva jár a költői gondolatokkal. Igyekeztem összeszedni azokat a dokumentumokat, amelyek az életemnek a vizuális részét is megpróbálják valamilyen módon ábrázolni. Én nagyon intenzíven foglalkoztam képzőművészettel, és 16 éves koromban önálló tárlatom volt. Tehát az az igazság, hogy nagyon érdekelt a világnak a vizuális része is. Jó hír az irodalom barátoknak, hogy rövidesen kézbe vehetik Tari István új kötetét is, amely bemutatja a délvidéki irodalom ikonjának pályafutását, s teszi ezt a teljesség igényeivel.